Kitesznek az iskolából? Elsüllyedek a szégyentől, Anthony. Még nekem is sikerült megúsznom, hogy kirúgjanak. De lehet, hogy talán jobb is így. Ugyan már miért lenne jobb? Nem egy nagy durranás ez a középiskola. Lehet valami színvonal, ha kirúgtak. Bofa, mert nem mondom még egyszer. Hallgass, lapíts, és csak akkor beszélj, hogyha kérdeznek. Tony! Keményen dolgozom azért, hogy fenntartsam ezt a hatalmas házat. Hogy legyen több tévé, videójáték, kaja az asztalon, hogy legyen bicikliük, robogójuk, rendes ruhájuk, könyvek, tonnaszám, hogy a lányom egyetemre járhasson, és mi a hála, hogy ez kirúgatja magát! Mindjárt megsajnállak. Jézusom, Tony! Kaphatsz még többet is? Agyad ütlek, ha nem tanulsz jó modort! Az iskola pszichológus szerint talán így jelzi, hogy segítségre szól. Ugyan már, marhaság! Ajánlott egy iskolát New Brunswickban, egy olyat, ahova problémás gyerekek járnak. Azt mondta, segít az áthelyezésben. Nem! Elég ezekből a tutújgatós helyekből. Katonai iskolába iratom. Micsoda? Jól hallottad, szereztem prospektust. Iskolai prospektust szereztél? Úgy bizony, Janice-től. Harpot akarta oda küldeni, csak nem volt pénze rá. És mi lett a gyerekből? Nem megy katonai iskolába. Átnézzük azt a kurva papírt! Mi az úristen ütött beléd?